Lady Botond a vendégem, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Mind csúszhatott el mindenki, aki azt gondolta, hogy jó, hát ez is fura, hogy ennyire megerősödött már Trump, hogy idáig eljutott, és ekkora támogatottsággal, de hát azért itt Hillary Clinton lesz az Egyesült Államok 45. elnöke. Rengeteg kis banánhé volt, amit nyilván ma retrospektív módon elkezdtünk azonosítani. Tehát nem... ma retrospektív módon elkezdtük a banánhéjakat azonosítani, ez eddig nagyon jó. És ezekből nyilván néhány látszódott tegnap is, meg tegnap előtt is, de nem összességében az egész az, hogy ezt a hatást tudja ez generálni. Ez tipikus társadalomtudományi probléma, és az egész jóslás probléma az, hogy nem tudtuk ezt tegnap este előre látni. Még a legújabb szoftver is, amit direkt erre a választásra vodkasztotta, hogy kifejlesztették, tegnap ilyenkor még minden állam kéken mutatott a demokrata párti színekben, ami fontos lett volna Hillary Clintonnak. Tehát valahol nagyon félrementek a számítások, és egymást megerősítő körök indultak el. Nyilván a szavazói körökben voltak olyan mozgások, amelyekre nem számoltak, vagy nem ilyen mértékben. Az előválasztások alatt a demokratáknak nagyon jól sikerült a mozgósítás. Lehet, hogy jobban hátradőltek, mint kellett volna. Eleve a közvélemény kutatásokban kimutatott győzelem demotiválhatott demokrata szavazókat, még motiválhatott republikánus szavazókat. Emellett egyre hatalmas réteg elment, aki eddig vagy nem szavazott, vagy legutóbb legalábbis nem szavazott, tehát nem volt valamiféle ismerete róla a pártszervezeteknek, és valamiért úgy érezte, hogy Trump üzenete megszólította. Most közben nézem, a CNN készített egy összeállítást, és az imént Simonyi András is, amikor beszélgettünk, azt mondta, hogy Clinton egész egyszerűen nem volt jó jelölt, hiszen pont olyan rétegeket nem tudott hitelesen megszólítani, vagy nem ismerte fel a csapata, hogy hogyan kell megszólítani, akiket meg kellett volna. Szóval a CNN összeállításában az van, hogy a feketék, a latinok és a fiatalok nem mentek el kellő számban szavazni, és ez is közrejátszott a demokrata jelöltnek a bukásában vagy vereségében. Tehát pedig milyen érdekes, hiszen pont a feketék, a latinok és talán a fiatalok is még közé tartozhatnak, de nem olyan nagy számban, haragudhattak volna a helyzetre és Donald Trumpra, hiszen gyepálta őket rendesen, de valahogy ez nem fordította át őket a Hillary Clinton oldalára. A feketék és a latinok hagyományosan egy nem aktív politikai réteg, tehát nem csak ilyenkor, hanem máskor sem mennek el választani, akkor ha a sheriffet vagy egyebet kell megválasztani, tehát őket eleve nehéz elvinni. Ugye a fiataloknál nem csak itt a világon mindenütt van egy inkább távolmaradásról hozott döntés, nem pedig a két jelölt közötti döntés, de ezek a csoportok egyébként mindig szignifikánsan nem lettek volna akkorák, hogy önmagában egy győzelmet tudjanak hozni. Rengeteg kaukázusi választó, ugye ez a fehér ember Amerikában volt, aki végül is Trumpra ment el szavazni, és akiket valóban, ahogy ön is mondta, nem tudott hatékonyan megszólítani a hitelkampányt. Igen, de tehát ugye itt az összehasonlításban azt a számokat nézték, és 4 évvel ezelőtt Barack Obama sokkal nagyobb mértékben mozgósította. Mert hogy nem mozgósította Mitt Romney sem feltétlen akkora mértékben a fehéreket. Egyébként ez államonként változott, tehát mondjuk Floridában vannak körzetek, fontos körzetek, amiket jobban tudott mozgósítani Obamánál Clinton. Átlagban nyilván ezt lehet nézni. Nehéz ezt nemzeti szinten értelmezni az USA-ban, mert tényleg államokra lebontva izgalmas egy-egy választás. De mondjuk a fehér nők nem mentek el Clintonra szavazni, ha elmentek, akkor is úgy tűnt, hogy többségében Donald Trumpra adták le a szavazatukat. Na miért? Még egy ilyen csoport is. És miért? Csak az egyetemi diplomával rendelkező európai vagy kaukázusi fehér nők voltak azok, akik végül is többségben választották Clinton. Tehát a saját rétegeiből sem tudta hozni azt az elvárást, amit kellett. De miért? Tényleg miért? Persze, hogy hosszú idő kell, meg több elemzés, és akkor sem biztos, hogy minden elemzés majd egy irányba mutat. De az az ember mégis több voksot vívott ki magának, aki tényleg a szexista kijelentéseiről híresült el a kampány során. Überelte azt, hogy jaj, hát mégis van, nem tudom, 5 gyermeke, akkor mégiscsak jó családapadnak, kicsit megbotlik, lehet, hogy csak verbálisan, vagy én nem tudom. De... azért a vidéki amerikai szavazó médiafogyasztási szokásait nem tudjuk összehasonlítani akár a két parti szavazónak a médiafogyasztási szokásaival. Tehát az, amit mi szexbotránként megértünk, ami mondjuk a Twittertől a nagy nemzeti lapokig, napokig szólt, ez nem biztos, hogy eljutott azokhoz a választókhoz, akik önkéntesekkel találkoztak, akik a jelölt eladott esetben egyszer találkoztak, vagy elutaztak egy rallira, rendezvényre, egészen más benyomásuk keletkezhetett erről. És ők azt a picike üzenetet hallották meg, amit nem hogy Clintontól nem hallottak, de mondjuk az elmúlt 10 évben nem hallottak egyébként republikánusoktól sem. Hogy az ő gazdasági helyzetét, mondjuk főleg 2008 óta,
Miért nem javul? Miért állt le az a fejlődés, ami Amerikát jellemezte egykor ezekben, hát marosdállamoknak hívjuk ezt a területet, a volt autóipari északi-keleti államokat. Tehát, hogy miért nem történik valami, miért nem az ő problémájukkal foglalkoznak nekik, miért legyen az a problémájuk, hogy a keleti parton vagy a nyugati parton kiházasodhat, ki nem, vagy a számukra nem releváns kérdésekben vitatkoznak a politikusok Washingtonban. Jó, de erre Trump mondott megoldást is, vagy csak... Természetesen nem. Tehát, ez nálunk sem szokta zavarni a választásoknak a kimenetelét, hogy milyen mértékben adnak a pártok választ az általuk egyébként felvetett problémákra. Tehát itt is Trump meg tudott szólítani tömegeket azzal, hogy emberek, hát társadalmilag, gazdaságilag bajok vannak. Jól éltek? Jobban éltek? Vagy rosszabbul éltek, mint 4 éve? Nem ez volt, hogy valaki megfogalmazza a problémát. Igaza van. Nincs is megoldási javaslata. Most az, hogy oda visze autópályát vagy vonatot, ugye ezek elhangzottak, uh-huh. de nem, nyilván nem ezen fog múlni, nem lehet gyárakat visszahozni a 21. században, mondjuk Kínából se könnyen, de a mikrocsipekből sem, mert nyilván a gépiesítés is rengeteg munkahelyet elvett. Tehát rengeteg olyan problémája lesz Trumpnak, hogy hogyan tud teljesíteni ezeknek a területeknek, ezeknek a választóknak. És ez most nem nagyon látszik, hogy 4 év alatt ez egy könnyen kivitelezhető gazdasági program, tehát hogy itt most közmunkák lesznek, infrastruktúra beruházások, vagy a szolgáltatásokat, hogy próbálják a partokról, ahova évtizede mennek ki, visszahozni a belső területekre, ezeken lehet gondolkozni, ez azért az USA-ban sem egy egyértelmű kérdés. Miért hittek Trumpnak? Azért, mert ugye 2 karaktergyilkosság folyt. Miközben beállította a Trump kampány Clintont annak, hogy ő az, aki a Washington megszemélyesítője, addig a Trump elleni karaktergyilkosság része az ő sikere volt, hogy ő egy outsider Washingtonban. Uh-huh. És igazából ő erre a hullámra rá tudott ülni, és ez tökéletesen bevált a szavazói szemében. Tehát vissza tudta ezt fordítani. Ez igen, outsider vagyok, tehát én például közületek jöttem, hamar fölétek kerültem, anyagilag mindenképpen, de hogy én nem az ilyen társadalomtól elidegenült politika része vagyok. Nem, Washingtonban, igaz, New York is ilyen szempontból nem sokkal jobban lőhet, a floridaik is birtokai. Tehát végülis ez lett az előnye, vagy erénye, amivel pont, hogy őt támadták. Igen, tehát tulajdonképpen fel tudta használni, és az ágyúgolyókat be tudta építeni a saját pajzsába vagy imázsába, hiszen elmondta utána az őt kritizáló médiáról egyébként is, hogy ez egy összeesküvés része, hogy a média az más hatalmat támogat, stb. Tehát, hogy mindig folyamatosan kívül tudta magát helyezni ezen a koordináta rendszeren, és ez a szavazóknak tetszett. Lehet, hogy egyébként a szavazói egy része egyáltalán nem Trump miatt, hanem Washington ellenében szavazott rá, tehát vagy ugye Clinton ellenében is rengetegen. Mi várható a következő időszakban? Azt azért tudjuk, és mi is megtapasztaltuk már, hogy a kampány más, mint aztán az azt követő valóság. Nem tudom, hogy az minden idők egyik legjobb amerikai elnöke lesz Donald Trump, fogalmam sincs, de valószínű, hogy abból a szerepből, amit ő a kampány alatt felvett magára, azért vissza kell vennie. De mit várhatunk tőle? Még ha nem is az, tehát azt tudjuk, hogy nem ugyanazt, amit a kampányban nyújtott. De temperamentumos elnököket már láttak az ovális irodában, tehát Nixon se volt az a visszafogott típusú, meg tehát lehetne nézni ilyen történeteket, hogy hogyan próbálták annak idején az atomkoffert elrejteni egy elnök elől. Tehát vannak, hát szerintem itt is lesz munka. Vannak ilyen kihívások, ez önmagában már nem egy ismeretlen eset. Azt, hogy mit fog csinálni, nagyon készülnek az első napra. Tehát ez a First Day Project, ez egy komolyan vett szándék a részükről, erről már augusztus óta beszélnek, hogy mik legyenek azok a Obama által hozott intézkedéseket, amit az első nap visszavonnak. Hát ez az egészségügyi. Obamacare, iráni megállapodás, klíma megállapodás, tehát válogatni lehet bőven, amiben Trump belerúgott a kampányban, vagy a kampány során. Úgyhogy nyilván itt lesz azért egy, most van közel 100 napjuk ezt átgondolni, vagy január 3-7-ére ezzel mi legyen. De most kéne kitalálni a programot. És a kabinetet, és a minisztereket, és a hát az egy dolog a személyi kérdés, de hogy eddig elég volt azt mondani, hogy mondjuk a globális felmelegedés az egy kínai összeesküvés elmélet, és akkor ez így szimpatikus. Ja, tényleg biztos a kis kínaiak találták ki az hát egészet ennyi. Hát ilyen szempontból Trump Guantanamo-ja, ugye Obama is a egyik első intézkedéseként akarta megszüntetni ezt, vagy adta ki az utasítást a megszüntetésre, amit ugye 8 évig sikeresen el lehetett
függetlenítettek, neki ezek az előbb említett dolgok, tehát tényleg a klímaváltozás, vagy tehát benne van a pakliban, hogy ő ebből az egyezményből kihúzza az Egyesült Államokat. Lehet, hogy nem elvi megfontolásokból, hanem pragmatikusból, hogy akkor újra tárgyalhatja, van egy olyan terület, ami számára nem prioritás, de erődemonstrálhat. Tehát rengeteg olyan stratégiai megfontolása lehet, amiben majd ezt az első napi programot látjuk megnyilvánulni. Egészségügy. Nyilván minket Magyarországon az olyan nagyon nem fog az mindennapi életünket befolyásolni, hogy mi történik az amerikai társadalombiztosításban és egészségügyben. Ettől függetlenül azt tudjuk, hogy ez már évek óta ott is egy nagyon komoly politikai meccsnek a része. Ha mindent visszacsinál az Obama-féle reformból, amelyre egyébként sincs olyan egészségügyi rendszer, amivel mindenki maradéktalan elégedett lenne, de hát az egy óriási pénz, óriási reformot kéne megtenni. Nem tudom, hogy hány év alatt van-e ehhez felkészült stábja, van-e ehhez megfelelő támogatása. Hát ez a legnagyobb falat. És semmi konkrétumot nem mondott. Igen, tehát én is ezzel küzdök, hogy most nem tudom azt mondani, hogy de azt mondta valamikor augusztusban, mert nem mondott ilyet. Csak hogy megszünteti. Ugye megszüntetés, hogy most ezt privatizálja, vagy pedig beszünteti, még ez se derült ki igazán, tehát nyilván szóba jöhet az, hogy a létező, hogy ez egy nagyjából négy osztatú rendszer egyes elemeit szünteti meg, vagy mindet, vagy egybevonja, tehát itt... Ha egészségügyi átalakításról van szó, azt látjuk, hogy messze nem egy egyszerű téma, és nem biztos, hogy ebbe érdemes belenyúlnia. A másik oldalról viszont pont a Brexit szavazás kapcsán emlékezetes, hogy mennyire sikeres kampánytéma az egészségügy. Hát ez ugye mindig szintén... egészségügy oktatás, hát ezzel nyerünk, hogy veszítünk választásokat. Egy nagy torzítása volt az, hogy mennyi pénz miatt majd az egészségügybe az uniós támogatás, uniós befizetések helyett. Ez nyilván nem is volt igaz nagyságrendjében sem, meg nem is létezik egy ilyen ellenbeszámítás, amiről ő beszélt. Hát itt is bevált az egészségügyről való beszélgetés. Nem kis részben azért is, hiszen tényleg komolyan emelkedik néhány rendszerben a résztvevőknek a díja, amit be kéne jövőre fizetniük, és erről nemrég kaptak tájékoztatást. Ó, hát egy 300 forintért simán buktatunk kormányokat is. És itt erről egyébként többről volt szó. És itt többről, még a dollárban is. És 10 millióan megtérintett körülbelül ez az emelkedés. Hát ez kicsit több valóban. Magyar-amerikai viszony? Egy pár család. Ezt tudjuk. Kivel? Tehát politológiai értelemben. Hát, de nagyon politológiai értelemben. Tehát, hogyha Donald Trumpot be tudja sorolni egy pártcsaládhoz, mint annak Donald a párt... Donald Trump nem lesz egyedül, tehát akarja, nem akarja. Oké, tehát akkor is ő lesz az Amerikai Egyesült Államok elnöke. De hogy őt egy pártcsalád által képviselt ideológiák, ezt még megszemélyesítője, hát két állítsa... Még a republikánus pártot se lehetne, mert abba is fél Európa belefér, tehát sőt a demokratákba is azért ugye sok minden beleférne. Nyilván a konzervatív irányultságban mit megállhatunk a definícióban. Ez elméletben szokott jelenteni előnyt. A gyakorlatban az, hogy Trumpnak az egyetlen vállalt külpolitikai célja, amihez hű maradt a kampány során, a elszigetelődés és befelé fordulás volt. Tehát ilyen szempontból kérdés, hogy milyen jelentősége lesz most akár Magyarországnak, vagy az Uniónak az ő szempontjából a következő négy évben. Lehet, hogy majd Amerika nyit Magyarország felé? Nem hiszem, hogy a térképen pirosként villogunk. Eddig se volt ez, ezután se kell erre számítani. Narancssárga, nem piros. Igen, tehát, hogy villogunk. Minden esetre a lámpa kigyulladt-e vagy sem. De... Európa eleve lekerült Obama térképéről. Ez nagy nehezen Oroszország miatt jött vissza. Tehát, hogy most Oroszország kapcsán Trumpnál Európa vagy a kelet-európai térség visszakerül-e, ki lesz a külügyminiszter, annak lesz erre érzékenysége, ez se biztos. Azért itt még annyi nyitott kérdés van, hogy nagyon nehéz megjósolni. De még fogunk erről beszélni. Köszönöm szépen, hogy itt volt.